A meghosszabbított őszi szezon utolsó 4 meccsét megnyerte a Sínyű, így az 5. helyen várja a tavaszi folytatást az egyetlen Szabolcs-Szatmár Bereg megyei NV3-as futballcsapat. Az eredmények tükrében nem volt várható nagy játékos mozgás a téli szünetben, és végül csak minimális vérfrissítésen esett át az Imrő László Fiumei Viktor által irányított együttes. Kristófi Sándor és a Márton András távozott Tiszaújvárosban, Varga József Nyílgyulajba távozott, érkezett Farkas Márka a Nyíregyháza Spartakusztól, ő már ősz óta velünk edz. Felkerült öt fiatal, Krizsanovszki Ádám, ő kapus, felkerült a Pál Zsombor, Kerecsényi Gábor, Tőkés Tibor és a Barta Gábor. Ők 2002-es és 2003-as születésűek. Az edzőpáros igyekezett változatos programot összeállítani a felkészülési időszakra. A labdás edzések mellett a konditermet és az uszodát is látogatják a futballisták. 4 edzőmeccsen már túl van a csapat, a Kemecsét 3-0-ra, a Mándokot 3-2-re, a Kótagy 7-0-ra, a Táját pedig 3-2-re győzte le a Sínyű. Volt 6-7 pihenő, ez alatt azért volt a vége fele mindenkinek kiadva saját egyéni program, amit a fiúk elvégeztek, így nem teljesen nulláról kellett kezdenünk a felkészülést, így is elég hosszúra sikeredik, ugye lesz egy jó 7 hetünk, meg még egy kicsivel lehet, hogy több. Megpróbáltuk változatosan összerakni, ugye kinti edzésekkel, azért jöttünk ide ilyen crossfit edzésre is, hogy egy kicsit kizökkentsük őket a megszokott monoton dolgokból. A bajnokságban ősszel 10 gól szerző Kapaci Navalér tudja, a felkészülési időszakban elvégzett munka szükséges ahhoz, hogy a tavaszi 12 meccsen is az őszi szerepléshez hasonlóan teljesítsen a Sínyű. Hosszú ez a felkészülési időszak, nem ez a kedvenc részünk a fociban, de ezt is el kell végeznünk ugyanúgy, ahogy a hétközi edzéseket szezon közben. Az edzők próbálnak minél változatosabb tréningeket kitalálni. Tegnapi nap folyamán uszodában voltunk, tegnap előtt ugyanígy a crossfit edzésen vettünk részt, mai nap is este vár ránk egy edzőmérkőzés. Azt gondolom, hogy ez a változatosság azért megtöri azt a monotonitást, ami szükséges ahhoz, hogy élvezzük ezt a nehéz időszakot. A kedd esti Sajó Bábony elleni mérkőzést követően a tavaszi rajtig még a Putnok, a Cigánd, a DV1C2 és a Diósgyőr 2 ellen lép pályára Sínyű. A március 8-ai nyitányon Táján lépnek pályára Kapacinájék.